A Mi Hazánk mozgalom már korábban is felszólalt a Covid-oltások körüli visszásságok okán, illetve az oltatlan munkavállalók jogainak tiprása ellen, és nincs ez másképpen most sem, és van is még bőven tennivalónk. Főleg annak tükrében, hogyha azt vesszük, hogy bár a magyarországi kormánypárti sajtó és a balliberális sajtó is, hát gyakorlatilag fogalmazunk így elfelejtett beszámolni egy nagyon fontos eseményről, mégpedig arról, hogy New York állam legfelsőbb bírósága egy olyan döntést hozott, hogy vissza kell helyezni azokat a munkavállalókat munkaviszonyukba, akiket azért bocsátottak el, mert nem akarták felvenni a Covid-oltást. Ráadásul a Pfizer házatájáról is olyan információk látnak napvilágot, hogy ők gyakorlatilag nem is tesztelték a vakcináikat, nem tudják, hogy ténylegesen van-e összefüggés a fertőző képesség és az oltottság között, márpedig ennek van ilyen szempontból magyarországi vonatkozása is, ugyanis a kormányrendeletek erre a feltevésre épültek, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a feltevés, ez nem bizonyított, illetve hát nagyon is vitatott, és ezt a feltevést kizárólag az oltás lobby idézőjeles szakértőinek a magánvéleménye támasztotta alá, illetve erre hivatkoztak, és ráadásul a valóság is azt mutatja, hogy megbukott ez a feltevés, hogyha megnézzük a beteg statisztikákat, ott rögtön kiviláglik, hogy nincs összefüggés fertőző képesség és oltottság között, erre hivatkozott egyébként a New Yorki legfelsőbb bíróság is, ezért a kormányrendelet egy nem bizonyított, vagy akár áltudományosnak is mondható tényre alapozott, ezért álláspontunk szerint semmisnek tekinthető, és ezért azok a munkavállalók, akik ezért voltak kénytelenek hátrányt elszenvedni, jogosultak arra, hogy munkaviszonyukba visszahelyezzék őket, visszamenőleges hatállyal, a kieső bérre tekintettel, illetve hogyha nem ezt választják, akkor kártalanításra jogosultak az elmúlt 3 havi, tehát a fizetés arányban figyelembe vető összegre, és nagyon fontos, hogy a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy ezt a kártalanítást a koronavírus haszonélvezői fizessék meg, gondoljunk az óriási tech óriásokra, digitális óriás cégekre. Ennek érdekében a Mi Hazánk mozgalom országgyűlési határozati javaslatot nyújt be, hogy a kormány dolgozza ki a részletszabályait a munkaviszonyba való visszahelyezésnek, illetve a kártalanításnak. Továbbá online petíciót indítunk az érintett munkavállalók bevonásával, amelyet aztán eljuttatunk az alapvető jogok biztosához, mert úgy gondoljuk, hogy az igazságosság elve ezt megköveteli, igazságot kell szolgáltatnunk azoknak a magyar dolgozóknak, akik azért szenvedtek hátrányt, azért veszítették el a munkájukat, akár a rendvédelemben nagyon sokan, tanárok közül, vagy az egészségügyben, több ezer emberről van szó, és nagyon sok olyan eset van, hogy mind a mai napig érzik ennek a diszkriminációnak a hátrányát, tehát nekik igazságot kell szolgáltatnunk, és a Mi Hazánk mozgalom már a választások előtt is ígérte, és az ígéretünket igyekszünk lehető legjobban betartani, úgyhogy foglalkozni fogunk ezzel az ügyel egészen addig, amíg teljesen nem szolgáltattunk nekik igazságot. Köszönöm a figyelmet! Én szeretettel köszöntök mindenkit, és mindössze annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy ennek nem véletlenül van egy emberi jogi oldala is, és ez ügyben, mint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyik magyar tagja, nemrégiben az Európa Tanácsban is felszólaltam, hiszen Janine Small, a Pfizer fejlett piacokért felelős vezetője az Európai Parlamentben kérdésre válaszolva közölte a nyilvánossággal, illetve az Európai Parlament képviselőivel azt a tényt, hogy a Pfizer soha nem tesztelte a fertőzés átadásának megelőzésére az mRNA-s jellegű COVID vakcináját, tehát az, amire hivatkozott a kormány ebben a rendeletben Magyarországon és más országokban is, az innentől kezdve egyértelműen sérti a magyar munkavállalók jogait, emberi jogait, ezért is követeljük nemzetközi fórumokon, és hát természetesen itthon is a jóvátételt, illetve arra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy az új olasz kormány, a Meloni vezette új olasz kormány egyik első intézkedése volt, hogy ezt a korábbi olasz kormányzati intézkedést megsemmisítette, és mindenkit visszahelyeztek az állásába. Ugyanezt követeljük a magyar kormánytól, ha már Orbán Viktor olyan nagy szeretettel üdvözölte a Meloni kormányt.